Szép napot kívánok mindenkinek. A mai vendégem a angol kommunikációs szakon végzett, aztán politikai szakértőnek tanult, Magyar Rádióhoz került, két lány, édesapja, műsorvezető, az Urák Csaba. Szervusz. Elmondtam? Hát, egy-két dolog kimaradt? Ezek voltak az életemben, mindent nem mondtál el, hála Istennek. Nem. Gondolkodtam, mivel kéne kezdeni ezt a beszélgetést, aztán rájöttem, hogy csak klasszikusokat kell idézni. 2011. április 28-án nekem következőket mondtál, a lányokról beszélgettünk és a nevelésről, uh-huh. És akkor mondtad, hogy hát szíved szakadt meg, de ágyfogságra ítélted 5 percre a lányokat, mert rendetlenség volt a szobájukban, és nem voltak hajlandóak rendet csinálni, és közben te szenvedtél legtöbbet. Ágyfogságra, hogy 5 percig vagy szobájukban. Vagy ágyfogságra, inkább azt mondom, sarokba állítottam őket. Akkor én ágyfogságra, az újság is azt írták akkor, meg én is úgy emlékszem, meg hát Jósi, az azért nem készpénz, amit ugye? Az újságok. Amit te mondasz, nem, meg de nekem mondtad. Na, tehát azóta ez az apai szerep, ugye már nagyok a lányok. Hát nagyobbak, 12 és 10 évesek. Mennyire változott? Két lány, két különböző személyiséggel. Hát elérkeztünk a kiskamaszkorba. Amikor a kislányoknak nagy szájuk lesz, imádnivalóak, továbbra is szerelmesek vagyunk egymásban természetesen, de kezdődnek ezek a jó kis apalánya, meg anyalánya viták természetesen, tehát a feleségem, a Grétus is ugyanúgy megvívja a maga csatáit. Ő egy kicsit más eszközökkel. Én vagyok a szigorúbb, én vagyok a... Nem azt mondom, hogy következetesebb, mert a Grétus is az, de ő anya. Anya tigris, és úgy viszonyul a lányokhoz. Én meg úgy viszonyulok a lányokhoz, hogy vannak bizonyos elvárásaim, ezek néha hülyeségek, tehát hozom a saját múltamból, a gyerekkoromból, a sportolói múltamból, az emlékeimből, hogy minket hogyan fegyelmeztek, hogy minket hogyan próbáltak terelgetni. Ennek egy része kicsit ilyen katonás, kicsit ilyen pattogós, kicsit ilyen keményebb, ilyen fegyelmezősebb, de... Van hatása? Működik a dolog? Azt hiszem, hogy igen, tehát valamennyi van, tehát hatékonyabbnak tartom, lehet, hogy kevésbé áll ez a lányokhoz közel, mert ugye a kis gyerek az olyan, hogy mindig megtalálja az utat a könnyebb ellenállás felé. Az a dolga. Valamiben nálam, valamiben az édesanyjuknál. És most ezeket a csatákat vívjuk, de nincsen továbbra sem nagy gond. Én is azt gondolom, hogy így van rendjén, ezen át kell lendülni, de alapvetően meg azt gondolom, hogy két tündéri kislányt nevelünk, és nagyon-nagyon szeretem azt, amilyenekké váltak, meg remélem, hogy válnak, meg ahogy formálódnak. Szeretem a személyiséget, szeretem a kreativitásukat, az eszüket, a humorukat, hát mindenüket, hát szerelmes vagyok továbbra is belejük. Tehát ez nem változott. Ez nem is fog változni. Nem. Ez mindig így marad. Ez így van. Hát én szintén két lányos apaként ezt mondtam, mert sose változik. Ugye az a fegyelmezés, hogy ahogy téged fegyelmeztek, téged neveltek, ugye olvastam valahol, hogy te gyerekkorodban, óvodában, 5 éves korodban homokkal dobáltál azokat a kislányokat, akik fel akarták elvenni figyelmüket? Hogy... Hát biztos ez volt, és igen. Aztán neked kellett piros szoknába járnod egy piros, hétig. Piros pöttyös, hát nem egy hétig, piros pöttyös szoknyát húzott ránk az óvónén, így van, két barátommal együtt, akik a lányokat vegzáltuk, nyilván udvarlási szándékkal, és az volt a büntetésünk, hogy szoknyát adott ránk. Tényleg egyébként. És nyilván ezt föloldottuk, az egy eléggé szégyenteljes helyzet volt most így utólag visszagondolva, de betűrtük gyorsan a gatyába. Tehát ez volt a megoldása a dolognak. Mire akartál ezzel kiukadni? Azzal kiukadni, hogy a szülők, a te szüleid, igen? Mert mindig tovább viszi a mintákat, ugye? Édesapád tanárember volt, igen, igen, édesanyád kereskedelemben dolgozott, és érdekes, igen, hogy 50 fölött hitoktatói diplomát szerzett, igen. Tehát ő életfilozófiájuk? Figyelj, a 80-as években voltam gyerek, és ez lakótelepi srác vagyok. Hatodik emelet, ha jól tudom? Igen. Ajtó. Négyes. 69, hatodik emelet, 63-as ajtó. Ez volt a 63-as. Sok hatos volt benne. Hatos voltam egyébként, amikor kosaraztam
akkor is, meg amikor fociztam, a messzámom 6-os. 76-ban születtél. Például, igen, na, még ilyen 6-osok. Szóval sok 6-os van, egyébként azóta is az egyik kedvenc számom. Az a helyzet, hogy szerintem a 80-as években nem lehet arról beszélni, egészen más volt a szülői közeg, a tanári közeg az iskolában, de a lakótelepen ki voltunk oda engedve a játszótéren nagyon sokan. Én elsős korom óta egyedül jártam iskolába, mert a bátyám akkor már másodikas volt, meg a lakótelepről jártunk, vittek magukkal. Igen. Nagyon hamar önállósodtunk. Másodikas koromban már a öttusára, inotára, Fehérvár mellé buszoztam ki edzésre, nyilván többet magammal. Tehát nagyon, és én sporttagozatos iskolába jártam, nagyon hamar önálló életre neveltek minket. Meg kicsit... akkor várjál, akkor nem is voltak annyi hír, hogy szülőkben beépüljön sok félelem, ami miatt hát, agyonvigyázzák a gyereket. Egyrészt nem voltunk agyonvigyázva, ahogy te fogalmazol. Az én szüleim a nyírségből érkeztek Székesfehérvárra, ott találkoztak, tehát kisfaluban nőttek föl, vagy kisvárosban. Voltál abban a faluban? Melyik faluban? Persze, Nyír megyes és Nyírbátor. Nyírbátor ugye város. De én a gyerekkoromban a nyarakat ott töltöttem, tehát a nyírség, ez egy nagyon vonzódó, nagyon szeretem. Ómán, ótó, a mai napig kereszt mamámat ezzel szoktam húzni. Én szeretem azt a beszédet, ami ott van. És a mai napig tartom az unokatestvéreimmel, meg az ottani rokonsággal kapcsolatot, és a szívem csücske. Szóval, hogy ők kis faluról, kisvárosból érkeztek egy nagyobb városba, az akkori korszellemnek megfelelően egy modern lakótelepre, és ott akkor még nem voltak, hogy mondjam, ennyire kifinomult nevelési módszerek, tudományos elvek, akkor úgy mind föl voltunk dobva a futószalagra. Igen. Ez nem azt jelenti, hogy nem szerettek bennünket, meg nem törődtek velünk, csak például nem kevésbé volt az, hogy pátyolgattak minket, beadtak a suliba, 8-ig végigfutottunk, edzésre mentünk, tudták, hogy jó helyen vagyunk, középiskola, és onnantól kezdve meg már vége volt az egésznek. Voltunk nyaralni, voltunk családi ünnepségeken, nagyon szeretnek a szüleim, úgyhogy ezzel nem volt baj, csak más volt szerintem a szülő-gyerek kapcsolat. Hát igen, tehát mondom, nem a szeretet volt kevesebb, hanem ennek a kifejezési formája. Ez milyen érdekes, hogy most képzeld, 60-es évekből Indiát. Tehát ott sem arról szólt a történet, hogy állandóan megsimogatták, és megcsókolgatták, és ölelgették. De tudtad, hogy szeretnek. Fiam. De olyan természetes, és amikor felnőtt fejjel visszamentem, és anyám ugyanúgy szólított, ahogy gyerekkoromban. Hogy? Ember, tessék? Hogy szólított? Ez a barát, vagy ilyen íve az egésznek. Tehát ez gyönyörű, és ember abban megérezte, ahogy mondta a nevem, benne minden volt, nem kellett mondani, hogy jaj, de imádom, Pitifi, gyere, búj ide. Tehát nem kellettek ezek, de ezzel együtt az volt, hogy ő szigorúsága, tehát azért szigorúság az kell is szerintem, mert a te lányaidat nézzük, akkor te vagy a következetesebb, szigorú, de az igen. Kell nekik. És ha szeretik is valahol tudatalat, hát, ha megkérdeznéd őket, akkor nem. Most éppen a héten volt olyan, ami nagyon kegyetlennek tűnik, de már lefeküdtek, és ugye van egy ilyen közmegegyezés a családban, hogy mindig lefektetjük azt, hogy általában év elején, figyeljetek akkor. Én abban hiszek, és azt arra nevelem a lányaimat, hogy azt várhatod el magadnak, amit te adsz. Igen. Tehát, hogyha én azt szülőként szeretném kérni a gyerekeit, hogy tudásuknak megfelelően teljesítsenek a suliba, az edzésen, a művészeti szakkörön, ne lógják el, ne linkeskedjék el, nem baj, hogyha 2-es, 3-as, 4-est hoznak, hogyha beletették a legjobb tudásukat és felkészültséget. De nem kell néha picit linkeskedni? De biztos, de ettől függetlenül linkeskednek, és az rendjén van, de nekem meg azt hiszem, hogy azt kell. És akkor ebbe beletartozik az, hogy a suliban jól teljesítsenek, és hogy otthon a szobájukat tartsák rendben, az asztalukat. Na most ettől függetlenül néha a lányok szobája úgy néz ki, ahogy feleségem szokott fogalmazni, a Grétus, azt mondja, mintha atomot robbantottak volna, azt mondja, föl sem megyek, mert mintha atomot robbantottak volna, mert imádom egyébként, tehát most remélem, hogy nem nézik ezt a műsor, de szeretem, ahogy szét van dobálva. Igen, tudod, festenek, vagdosnak, mind a ketten művészeti iskolába járnak, kézműveskednek, kötnek, rajzolnak, egy csomó mindent, és ezeknek a nyomai, ezek ott vannak. De mégis azért valami rendet én szeretek. Tehát például, ahogy kibújnak a ruhából, és az ott van, nekem is ugyanezt mondta az édesanyám, emlékszem, de hogy azt, igen, hogy minimálisan próbálom azért valami rendre nem. De és múltkor az volt, hogy már lefeküdtek, és ez legvolt, és a szoba az olyan állapot volt, és akkor mondtam, na lányok, mondom akkor, villany föl, gyerünk,
3 perc alatt. Ő, apon, ilyen kegyetlen vagy, ezt csinálod, azt csinálod. Mondom, figyeljetek lányok, ezt megdumáltuk, tehát én ezt nem... Hogyha megcsináltad volna lefekvés előtt, akkor nincs semmi, vagy ilyen ritkán fordul elő. De például vannak ilyen dolgok, és ezért én valószínűleg a szemükben a szigorúbb vagyok, de hát valakinek annak is kell. A szülők között szokott vita lenni. Igen, mert a lányok kihasználják ezt. Tehát pontosan tudják, hogy mivel menjenek az édesanyjukhoz, és pontosan tudják, hogy mivel menjenek az édesapjukhoz, és emiatt időnként, szerintem minden szülői párosnál van ilyen, hogy figyelj, hogyha én ezt mondom, akkor ne mondd már azt, és fordítva kéri a feleségem, hogy Csabesz, hogyha én azt mondom, akkor te meg nem állj. Mert ugye ezt össze kell hangolni. De amikor anya is úgy érzi, hogy most túl szigorú vagy. Igen, hát rendszeresen, lányokon, rendszeresen, na akkor, aha, igen. Rendszeresen szokta. De mindenhol van jó rendőr, rossz rendőr szerep, osztály. Igen, igen, de hogy például más, amikor ugye, amikor ki kell menni a lányokkal, nem az, hogy ki kell menni, akkor kimegyünk a lányokkal sportolni valamit. A lányok is, hála Istennek, szeretnek sportolni, imádják a röpit, szeretnek úszni, korcsolyázni, síelni, stb. A feleségem kevésbé sportos, ő nagyon szeret kirándulni, várost nézni, múzeumba járni, de nem ez az őrült ilyen sport lédi, bár most nagyon büszke vagyok rá, mert elkezdett teniszezni Orsi barátnőjével, és nagyon jól megy nekik. Így tovább, csajok, hajrá. És amikor például az van, hogy menjünk el strandra, csúszdaparkba, bringázni, menjünk ki röpizni, tollasozni, akkor meg nyilván hozzám csapódnak és apa gyermek, tudják, hogy én erre nagyon hamar kapható vagyok, és szóval megvan nekik ez a dolog. Te lázadtál kamaszkorodban? Hát biztos lázadtam. Nem okoztál nehezebb perceket a szülők? Nem, tudod miért nem? Azért, mert mondom, fönt voltunk egy futószalagon, ahol nem voltak velünk óriási gondok. Mert hogy fegyelmeztek minket a tanáraink az iskolába, fegyelmeztek a testnevelés tagozaton a tornatanáraink, és fegyelmeztek az edzőink edzésen, és le volt fedve a napunk. És nagyon hamar megtanultuk azt a bátyámmal, hogy hogyan kell feszesen beosztani az időt, és a sport egyébként, Az tényleg nagyon jó tanár. Mert a sportban nem csak azt tanulod meg, a sport nem arról szól, hogy most futok, és akkor esetleg izmosabb, erősebb leszek. Én sem lettem izmosabb és erősebb. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a sport ugye nevel egy csomó mindenre. Én ugye labdajátékokat, csapatjátékokat játszottam, kosaraztam, fociztam, az öttus az nem az volt, de mégis meg kellett tanulnom csapatban gondolkodni, meg kellett tanulnom szolidarítani a másikkal. Tudtam, hogy ha együtt veszítünk, együtt nyerünk. Tudtam, hogy ha valaki hibázik, az rajtam is csattan, ha én hibázok, az a többieken is csattan, hogyha én kések, ha ők késik, stb. Szóval egy csomó mindenre megtanított, és fegyelmezettek voltunk. És arra is megtanított, hogy ha nem tanulok meg a leckémet, hazamentem a suliból, edzés kezdődött 4:30, 2:00 hazamentem, ha nem tanulom meg abba a 2 órába, este 7:00, 8:00, amikor hazaérek fáradtan, akkor már nem lesz rá nagyon energiám, ettől függetlenül nyilván még akkor is átcsúszott, de mi a bátyámmal úgy éltük az életünket, hogy ezt a szigorú beosztást, ezt tőlünk nem kérték a szüleink, nem hajtottak minket, nem kellett külön kérvényt benyújtani, hanem csináltuk magunktól, mondom. Igen. Tehát rajta voltunk ezen a trekken, és nyomtuk, és azt kell, hogy mondjam, hogy jó tanuló, jó sportoló gyerekek voltunk, mert valamiért volt egy ilyen belső igény vagy készítés, vagy nekünk az volt a természetes. Az a típusod is hozzátartozott. Igen. Szóval a lázadás, bocsánat, idő se volt nagyon rá, pont emiatt, és ezért is jó a sport, mert ugye lekötött minket, tehát edzések voltak, versenyek voltak, én ebben a rendszerben éltem az életemet, és kevésbé volt idő kamaszkoromban is más csinálni. De ti hárman vagytok testvérek. Igen, édesapám még elváltak, utána édesapám megnősült, és oda is a Fruska. Felsőházasság. Igen, van egy nővérem. Fruzsi. És a kapcsolat gondolom ugyanaz, nem? Nagyon jó kapcsolat. Azt gondolom, hogy ha lehet eredményes vagy jól sikerült válásról beszélni, akkor az én szüleim válása az volt, mert nem az történt, hogy megromlott a kapcsolatunk édesapámmal, ellenkezőleg, hanem mai napig nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen édesapánk van. Ő úgy tartotta rajtunk, pedig nagyon szigorú volt akkor a rendszer, mert tényleg az volt, hogy 2 hetente találkoztunk, tehát akkor ugye péntek délutántól vasárnap estig voltunk apujéknál, meg persze nyári szünet, téli szünet, de mégis azért pont abban a korban, az én 6. évemtől a felnőtt koromig, ez gyakorlatilag így telt, de hogy mégis azt ő el tudta érni, hogy
ha nem is találkoztunk minden nap, de mindig tudott rólunk, mindig tudott mindent, és mindig, tehát amikor ő ránk szólt a bátyámmal, akkor úgy vágtuk magunkat vigyázva, ahogy kell. Soha nem bántott minket, tehát nem volt pofon, meg fenékre pacsi, meg semmi ilyesmi, hanem csak nézés volt, szigorú hang, mert tudtuk, hogy apa azt kér, akkor annak tekintélye, volt tekintélye, de nem élt vele vissza. Szóval, hogy visszatérve, a jó kapcsolat az megmaradt, második anyukámmal is, Fruzsi nővéremmel is, tehát mi öten. Így mondod? Ja, igen. Ez milyen szép, nem? Második anyuk, ez nagyon szépen hangzik. Igen, kis Zsó, ez a becsem. Sajnos anyukám már nem él, de hogy nagyon jó volt a kapcsolat, mert soha egyik fél sem beszélt a másik ellen. Én azt gondolom, hogy ez nem is a gyerkőc dolga eldönteni, hogy annak idején ők miért döntöttek így, de abból a helyzetből tény és való, hogy én azt gondolom, hogy a lehető legjobbat hozták ki. Első szerelmed? Mikor volt első? Óvoda. Óvoda? Aha, Sólyom Kata. Most már látjuk ezt a büstét. Találkoztam én azóta utána vele, főiskola után ilyen úgy emlékeztem rá, vagy amikor találkoztam, hogy kicsit ilyen alter, vagy ilyen rokkosabb lány lett. Egy nagyon helyes arcú fekete lány volt, meg volt egy Sári nevű lány, akiben felvált, úgy voltunk szerelmesek Kabai Miki ovis társammal, hogy egyik héten a Sári hozzá akart feleségül menni, másik héten hozzám, és akkor azon a héten én nagyon örültem, amikor hozzám. Óvoda, tehát az óvodai szerelem, emlékszem, hogy volt két lány, igen, akiért. De első hormonális szerelem, hát ugye Josi szépen hangzik. Hát az biztos volt kamaszkori, ilyen általános iskolai, középiskolai szerelmek, meg akik tetszettek, tehát igen, volt. De mi a különbség? Tehát a Grétivel ti megtaláltatok egymást, és ez a hazaérkeztünk, tehát egyszerűen igen. Ott pont. És mi az? Tehát lehet ezt megfogalmazni? Én sokáig azt hittem, hogy ez mindenkinél így van, de aztán nagyon sok emberrel beszélgettem, akikkel nem, és ne, rá kell jönnöm, hogy nem, ez egy hatalmas nagy szerencsé. Itt a TV2-ben ismerkedtünk egyébként meg a Grétivel, mert ő is itt dolgozott 14 évvel ezelőtt szerkesztőként. És ez első látásra volt. Tehát én amikor megláttam őt a folyosón, és jött szembe velem egy fekete hajú, barna szemű, csodálatos arcú lány. Láttam mindent, tehát még nem beszéltem vele egy mondatot se, de elképzeltem, hogy ez a lány milyen a jelleme, milyen a habitusa, a lelke, és minden, és amikor beszélgettem vele, és amikor találkoztunk, minden stimmelt, képzeld el. Ilyen nagyon kevés van valószínűleg, és ő nem, egyébként én szoktam tőle viccesen kérdezni, hogy tehát azért, hogy én nem tartom magam egy ilyen hűde, nagyon jóképű csávónak, jobban áll a kor nekem valószínűleg, mint a fiatalkori neked is. Megnézem a 10-15, vagy mit tudom én, a főiskolai fényképeimet, az ekkora általános iskolában még csak fémkeret volt, tehát azért ott volt egy meg hát a szerkóink, tehát ahogy kinéztünk. Olyan. És szoktam viccesen kérdezni a Grétával, hogy én értem, hogy én mit láttam benned, mert te egy nagyon csinos lány voltál, akit egyébként by the way ostromoltak a férfiak, és ő neki gimnáziumban az egyetemi évei alatt is, az neki alapélménye volt, hát, hogy ő hozzá mennek, de ő meg nagyon-nagyon jól tudott zárni. Mondom, szóval én értem, hogy én miért szeretem meg, de te miért szeretnél meg? Mit láttál bennem? Azt hitted, hogy valami menő médiasztár vagyok? Pár akkor tudtok mondani. A Naplóban voltam akkor szerkesztő riporter, meg időnként akkor kezdtem azt a műsort vezetni, de ez csak a vicc része. Szóval én tényleg nem látom, hát és nyilván volt valami. Amit nem lehet leírni, volt benne kémia, volt benne minden, igen, és, de ez nagy áldás. És én azt hittem, hogy mindenki, aki megtalálja a párját, azzal így van. De nem, nagyon sok olyan történetet hallottam, hogy ez lassan alakul ki. Mai nagy szerelmek, akik hála Istennek együtt vannak, hogy nem első látásra. Vagy lassan alakul, vagy nagyon magasról indul, aztán szép lassan átvált, vagy lecsendesedik, vagy lelaposodik, vagy valami történik. Azzal az ellen meg dolgozni kell. De nálatok, ugye együtt voltatok, megszületett a két lány, és utána házasodtatok össze. Igen, már 7 éve együtt voltunk, és minket a két lány kísérve. Ott voltak az esküvőnkön. És nem volt fontos nekünk, tehát az sem volt fontos, hogy össze legyünk házasodva, és utána meg annak sem volt indoka, hogy ne legyünk, aztán így hozta az élet, és összeházasodtunk. És nagyon nehéz egyébként, mert szerintem pont abban az életszakaszban vagyunk, ez a
óvoda és az alsó tagozat, vagy az általános iskola között, amikor mennek szét a párok. Tudod? Tehát azt látom a környezetemben is, mert elfáradnak a kapcsolatok, mert nem figyelnek oda, mert elviszi őket valami, nincs helyén az eszük, vagy a szintem. Igen, vannak olyan válások, amelyek jobb, ha megtörténnek, mert már annyira nem működik, valami gond van. De vannak azok a válások, amelyeknél lehet, hogy egy picit csak dolgozni kellett volna a kapcsolaton. Tehát, hogy odafigyelni, mert ha belegondolsz, és azt látom, hogy ahol szétmennek, utána egy-két év múlva ugyanabban a cipőben, Berkeliben. Szokták mondani, hogy házszám változik csak. Igen, de igen. Akkor már ugye két házszám van, két alom, két feleség, két helyről gyerek, örlődik a férfi, a legtöbb esetben ugye, aki el szokott menni otthonról, és mondom, van olyan helyzet, amikor ez teljesen érthető, de nagyon, tehát, bocsánat, Jossi, csak látom, hogy nagyon kikívánkozik. Van egy fontos, kérdez, igen. De hogy egy dolgot akarok mondani, hogy a mai világban az a borzasztóan nehéz, hogy minden afelé lök minket, hogy minden csereszabatos. Csereszabatos az életed, a feleséged, a családod, a munkahelyed, a lelked, a személyiséged, mindene felé lök. A reklámok, a mai világ, az a közeg például, ami minket körülvesz, mert a média különösen ilyen. Szóval, hogy éld az életedet, csak a te boldogságod számít, valósítsd meg önmagadat, de nem, ez nem így van. Mert az én boldogságom az lehet, hogy számít nekem, de amikor én a saját boldogságomról döntök, akkor döntök másik kettő vagy három ember boldogtalanságáról. Vagy csak ideiglenes boldogságról van szó? És nem beszélve arra. Szóval kell egy jó adag józanság, elmélyülés, és munka, mondom, az, amikor baj van a kapcsolatoknál, hogy ezen azért szerintem érdemes dolgozni, mert olyat is látok, hála Istennek magam körül, hogy ezt helyre lehet hozni, meg lehet. Tehát a régi szerelmek azért voltak valamiért, meg vannak valamiért, és azt érdemes azért górcső alá venni, hogy miért működtek, mert hát egyszer működtek. Hát Csabikám, a következő kérdésem lett volna, de lehet azzal kellett volna kezdeni a beszélgetést, és akkor arról is hát jól beszélgettünk, szerintem egy kicsit egy üzenet adtunk az embereknek. Igen, ez nekem nem volt célom, tehát nekem ez de nem hát ilyen, nem, de nem, mert nem szeretem ezt az ilyen messiás, lejárt az időnk, végig, mennyi van, fél perc? Nincs. Annyi is? Akkor nem mondom el ezt. Köszönöm, hogy eljöttél. Jó van, ilyen röv. Köszönöm.